Úgy fáj látni, ahogy szenvedsz. Bízom benne, hogy az életed nem elvesz. Úgy örülök, ha érzed, amit érzek. Néha úgy érzem, hogy több sebből vérzek. Hát ez a... Igazából úgy indult az egész, én a sport mellett így hobbiból írogatok a szövegeket. Hát sokáig nem volt ikletem, aztán januárban történt egy szakítás, és így, hát igazából így született meg. Ez a dal, leírtam, aztán gondoltam, klipben is megcsinálom. Hagytam című számával mutatkozott be az interneten Tasi Dávid. A DVTK rövidtávfutója ezzel megmutatta, hogy nem csak az atlétikában, hanem a zenevilágában is megtalálta önmagát. Próbáltam azokat a helyeket belevinni, ami nekem úgymond sokat jelentenek. Voltak benne olyan részek is, ami ugye nem csak rólam szólt. A szám megalkotása viszont sok munkával járt. A szövegen nem sokat, mert az igazából csak úgy beugrott, aztán csak leírtam. Inkább a produceri része volt egy kicsit így gázosabb, az több órát vett igénybe. Az elég durva volt. Volt egy ilyen napi 8 órás meló, amit így, hát annyi alatt raktuk kb. Össze az alapot, vagyis így a felét. Aztán ugye még egy napot rászántunk, és utána így összehangolni a szöveggel. Tehát így, na az volt a melós része. Nem is jó a klip az már ilyen vicces volt. Bár Dávidnak fontos a zene, az atlétikának még nagyobb szerepe van az életében. Nyáron például a DVTK sportág választótáborában segít abban, hogy minél több gyerek megszeresse a sportágat. Nagyon sok játékkal. Tehát ez tényleg ilyen, ugye általában most akik itt vannak, 7-től 12 éves korig vannak úgy kategorizálva, vagy hogy fogalmazzam. És nagyon sok játékkal kell, mert hogyha most elkezdenénk itt oktatni a helyes futótechnikát, vagy tényleg távolugrás, olyan rávezető gyakorlatokat, azt sem tudnánk, hogy mi a helyzet igazából, megunná a gyerek. Tehát még játszani kell vele nagyon sokat, és akkor egy játékos formában, amiről mondjuk nem is gondolná, hogy mondjuk az ilyen akadályversenyekben mondjuk növeli a reakcióidejét, amit ő amúgy nem tud, de mi tudjuk, de játékos formában csináljuk meg. Természetesen a szakosztálynál már komolyabban képzik a gyerekeket. Próbáljuk arra nevelni a gyerekeket, hogy mondjuk ne adják fel elsőre, amit elkezdtek, mert ugye még kicsik, ilyenkor ugye változtathatnak, átmehetnek bármelyik sportághoz, hogy szerintem az nagyon fontos, hogy mondjuk megszeressenek egy sportágat, hogy hát a motiválást, tehát hogy motiváljuk őket arra, hogy mondjuk ne próbálja meg százszor, nem mondjuk egyszer-kétszer, és akkor megunja ezt a sportot, aztán így megy tovább, meg mondjuk nem sportol. Tehát, hogy így inkább így mentálisan. Vagyis én személy szerint ezt a mentális dolgot tartom nagyon előnyben, mert hát van az a mondás, hogy minden fejben dől el. Én is próbálok ezt szerint gondolkozni mondjuk egy versenyen, meg így ugye vizualizálni a dolgokat. Tasi Dávid a DVTK-n belül is sokat foglalkozik a gyerekekkel, de azzal is, hogy a versenyekre jó formába hozza magát. Télen szép eredményeket ért el, de egy sérülés hullám sújtotta őt. Szeretne minél hamarabb teljes értékű edzésmunkát végezni, hiszen több nagy kihívás vár rá. Mindenképp most előnyben a sportot részesítem, magát a versenyzést, utána mindenképp edzőként szeretnék elhelyezkedni. Na most így egy ilyen nagyon-nagyon távlati terv az a 2023-as VB, amit itt fognak rendezni Budapesten, a keretbe szeretnék bekerülni. Az lenne a fő cél, ugye 400-on, vagy a 4x4-es váltóban, de ugye az még távlati, de ugye jövőre megdönteni az egyéni, mert 200-on is, 400-on is, és ugye visszakerülni a válogatottba, meg úgymond egy kicsit revansot venni a mostani OB-n, hogy ugye nem sikerült, hiszen jövőre szeretnék mindent megnyerni.